hagyományőrzés, önismeret, fejlődés, barátkozás, szórakozás. Ezek a jelszavak jellemzik az idei Rókafest programjait. Mennyire meglátszik az egész rendezvényen, hogy fiatalok rakták össze, szépen ki van minden festve, sokat dolgoztak rajta, és ez nagyon tetszik, hogy kijöttünk ide tanyára, vidékre, a természetbe, és megtapasztalhatjuk kicsit a nem hétköznapi dolgokat. Úgymond, hogy milyen kint a szabadba együtt társalogni. Az esemény fő célja, hogy fiatal, feltörekvő zenészek is bemutatkozhassanak a közönség előtt. Ezt a lehetőséget Lackó Árpád művész nevén rá sem halasztotta el, aki a hip-hop műfajban jeleskedik. Régebb óta foglalkozom vele, mondhatni 9-10 éve. Sokat írtam, sokat dolgoztam, sokat csináltam barátoknak, stb., de nem publikáltam hevesebben, inkább csak azt az inkább freestyle, improvizatív részét ragadtam meg a dolognak. A fesztiválon belül több helyszínen is zajlanak egyidejűleg programok. Napközben családi és gyerekfoglalkozások, délután előadások, este pedig zenei programok színesítik a fesztiválozók napjait. Nagyon színes programokkal várjuk őket, lesz itt csillám, tetkótól kezdve különböző kézműves foglalkozások, és szerettük volna az idejében, hogyha egy kicsit közelebb lennénk a tájházhoz, tehát az etnotájházhoz, a rókaházhoz. Ebből kifolyólag olyan közeget szerettünk volna kialakítani, ahol természetes eszközökkel játszhatnak a gyermekek, ezért nem mindennapi logikai játékokat készítettünk nekik, illetve a kézműves foglalkozások is egy kicsit hagyományosabbak. Idén 5. alkalommal szervezték meg a Rókafestet. A szervezők szerint a fesztivál lehetőséget ad, hogy a fiatalok kiszakadjanak a hétköznapokból. A Rókafesztiválnak a mutasd az igazi arcod a mottója, tehát mi olyan fiatalokat, embereket várunk ide a fesztiválra, aki tényleg eljön erre a 3 napra és megmutatja az igazi arcát. Igyekeztünk olyan helyszíneket, programokat kialakítani, ahol az ember tényleg le tud ülni és el tud gondolkozni, hogy mivel szeretne foglalkozni, hogy miben jó, mi a benne rejlő jó, és mi igyekszünk mindenkit támogatni. A 3 napos esemény második napjára is érdemes kilátogatni, amikor további zenekarokkal, előadókkal és sokszínű programokkal várják az érdeklődőket.